Sziasztok, Krahen vagyok, és a mostani részben ismételten kászűkléssel fogok játszani. Hát ebben az epizódban küldetést szeretnék végigvinni, mármint itt ezt a napi küldetést, vagy táblás küldetést, illetve meg szeretném mutatni, hogy milyen hőseim vannak a nagy akkontomon. Úgyhogy elsőnek kezdem a küldetéssel, és akkor utána majd a hősöket megmutatom, hogy milyen hőseim vannak. Na, lássuk, mi a mai küldetés, vagy ez a 7 órás küldetés. Vagy a 7 óránként lehet csinálni. Általában hamar végig szoktam csinálni, ilyen 5-10 perc alatt, attól függ. De ha nem hallnak meg a hőseim, mikor csatázni kell, vagy olyan küldetéseket kapok, ami úgymond egyszerűbb, akkor ezt nagyon hamar meg szoktam csinálni. Mint például ilyen esetben is nem csatázok tovább, hanem ugye én naponta háromszor szeretem ezt megcsinálni, ahhoz elég szoros időbeosztás kell, hogy ugye meg lehessen csinálni napi háromszor, és ezért hamar le kell darálni. Úgyhogy most azt megmutatom, hogy milyen, de nem 100% erővel fogok küzdeni, hogy pikpak meg legyen pár perc alatt. Amint látjátok, most az Ariast húzom, 140-es evós. Hát, csináljuk. Ezt a dungeon, vagy ezt, igen, ezt a dungeon-es 20 kardot el szoktam egybe használni. És szoktam számolni, hogy hányszor ad be 57 sárdot. Jelenleg még csak egyszer adott, na már kétszer. Na, ha jól számoltam, akkor 7-szer adott. Az egy jó. Volt ma olyan, amikor 15-ször adott, az nagyon jó volt, csak nem, akkor még nem volt 57. Mármint, hogy akkor nem 57 sárdot kaptam. Ide adózni, úgy durván 300-at szoktam, de most csak 200 lesz. Na megy ez, nagyon gyorsan megy. Meg kell néznem, hogy van lehet-e venni. Nem? Jó, akkor... ezen szoktam megpróbálni mindig talentet cserélni. Hát, egyetlenek. Jó, 5 tonnal mannát kell gyűjteni, és 8 complete raid. Na hát akkor essünk a complete raidnek. Jó, hát akkor minden indulunk. Hoppá, ez nagyon félre sikerült. Nem szám. Az a fontos, hogy sikerült. Hogyha csak complete raid van, akkor nem szoktam minden esetben végigjátszani. Jelen esetben már azt hiszem a napi, igen, a napi gold meg a mannáért, mármint így a lopásért járó 10 gemet már megszereztem, úgyhogy ilyenkor már, tudom én, már 50%-nál is fel szoktam adni, vagyis hát ugye endbattle-t nyomok. De azért megválogatom, hogy kit támadom.
Ezt például meg szoktam támadni általában. Néha elbukom a seregemet, mint lehet, hogy most is. Majdnem meghalt a PD. De nem. Na hát a mannát azt már összegyűjtöttük, még csak egy town hall, nem baj. 8-8-ból talán fog sikerülni 5-től. Ezeket a tömzsiket szeretem amúgy leütni, mert ezek gyorsan pippak meg vannak. Igazából. Jó. Hát, ilyen is kell bele, mint a mostani. Jó, innen indul. Szép. És idét. És várjuk a csodát. Pontosabban az 50%-ot. Ez igazából, ha 50%-nál adott fel, kiszúrás a másikkal, mert az ilyen pajzsot csak mit tudom én x órára vagy x percre kapja meg, szóval többször lerabolhatják. Úgyhogy szeretem úgymond így szivatni az embereket. Úgyhogy ha tehetem, akkor megállok 50%-nál. No. Hát most nem ide figyeltem, úgyhogy ez 73 lett, vagy mennyi. De nem számít a lényeg, hogy haladunk. Hát itt a school miatt ezt skipelem. Hát nem szeretem. Nekem a nagy ellenségem ez a school. Majd ha lesz egy Evo 2-esem, akkor már jó lesz, de sajnos még nincs. Még egy sincs, nem hogy Evo-s. Jó, azt hiszem ez az utolsó, ha jól emlékszem. Jó, ezeknek nem árt némi aj. Jó, tökéletes. A kivitelezés a küldetés szempontjából tökéletes volt. Nem, még van egy. Hát jó, ezt is skipeljük. Na, hát ezt bevállalom. Az ilyen tömzsiket szeretem leütni. Reméljük sikerült. Na, ezeket leszoktam 100%-ra ütni. Na, kész is, még egy town hall kell, ezt akkor szoktam csak ilyen raiddel megcsinálni, hogyha nincs meg a napi manna és a gold, de ha megvan, akkor az expedition-t szoktam csinálni helyette, mert ez még talán úgymond egyszerű. Sőt, és hogyha lehet úgy csinálni, ezt most meg is mutatom, de nem tudom megmutatni, mert azért van a home-hoz. De hogyha például valami olyasmit kell legyőznötök, ami mondjuk itt van kint a szélén, akkor simán leütitek az épületet, end battle,
megint Select the Hero, leütitek az épületet, End Battle, és akkor mit tudom, megvan X épületet lehet rombolni. Például azt hiszem a Heroes Altar szokott még lenni. Azt így szoktam néha megcsinálni. Na, kész is a küldetés. Mármint ez a, igen, ez a táblás küldetés, vagy 7 órás küldetés, vagy nem tudom. Minek nevezzem. Még gyorsan kinyitom a tojásokat. Jár egyszer a 300 gemér, amit elköltöttem, meg jár egy a küldetés után. Sőt, még kinyitom a két tojást is. Ha már itt tartunk, akkor meg is mutatom, milyen peteim vannak. 6 óra. Jó, ez már úgyis csak reggel lesz, úgyhogy... jó, itt van. Na. Hát a Minyang is már 7-es. Meg hát el van 12-es is. Drakó. Zöld nyilacskákat kell keresni, mert ezt lehet upgrade-elni. Ezt a izét, ezt a bublót, ezt szeretem. Ez jó, ez azért a behez társítottam Grizzly Reaperhez, mert ugye ez növeli a HP-ját. És akkor ugye, amikor ha GV-n leteszem, ugye is egyedül van, akkor ugye a sok sebző hős ellen, mikor ugye sebzi a másikat, ugye visszalőnek, ugye feltöltődik a skillje, vagy nem tudom, hogy mondjam messzebben, és akkor ugye mindig meg szokták sebezni, például az, a Dread Drake, vagy a Harpy Queen, meg ilyenek, és akkor így legalább ez a bubló, ez visszahíleli. Úgyhogy azt azért szeretem. Meg még gyorsan ezt is szoktam csinálni, ugye, mármint, hogy csak felmarkolom a kristályokat, de amúgy már 20-as szintű vagyok, és az összes ilyen mezőn 20-as szintű. Szoktam harcolni, napi szinten leszoktam tolni, hogy ugye mennyi 20 vagy 50 ilyen piros kristály jár, vagy valami ilyesmi, nem tudom most pontosan. Ugye 3 csata után azt annyira meg szoktam csinálni, gyűjtögetem ezt a stamina kártyát, és majd mikor lesz, tudom én, 100 valamennyi, akkor majd szépen megcsinálom az egészet. Tudom én, egy olyan 5-6-7 pár nap alatt meg lehet csinálni. 20-asra is így húztam fel, volt rengeteg stamina kártyám, és akkor pikpak felhúztam, mit tudom én, 10-15 nap alatt felhúztam 20-as szintűre. Minden nap ilyen volt, amikor 10.000 pontot gyűjtöttem, amit ugye annyit harcoltam, ugye, hogy 10.000 pont összejött, volt, amikor 5.000, meg ilyenek. Szóval ilyen stamina kártyával könnyen lehet, csak most nem tudom, hogy mennyi van. Gyorsan megnézem. Sőt, ezeket még ki... Ja. Ezeket még gyorsan józolom. Jó. Na, hol is van? Lehet, itt van. Igen, még csak 43 volt. 100 valamennyinél érdemes csinálni, mert akkor durván egy szintet fel lehet húzni. De ezt még beadagolom a hősnek. Na már 145, 147-es. Nagyon jó. Hamar eléri a 160-at így. Úgyhogy ennyi. A küldetésről ennyit. Nem szeretném tovább húzni ezt a videót. És akkor egy következő videóban bemutatom a hőseimet részletesen, hogy milyenek vannak. Úgyhogy a következő videóban találkozunk. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok. Hogyha még nem iratkoztatok fel, akkor iratkozzatok fel a csatornára. És még egyszer
Köszönöm szépen, hogy végignéztétek, és találkozunk a következő videóba. Sziasztok!